Na, mutasd magad! Itt van Béla barátom, ahogy Pavel Koposzival. Várjál, nagyra veszlek. Ez az. Ott van Poszika, ide me Klusza Tóbiás. Itt van Alika, szia Sanyikám. Ballagunk kifele, közben a Lóska Jani barátom Szürkéjét, Tamarát kértem, nem tudok más. Pont az volt itt. Beállít a doki, amivel nincs bajom, de olyan, bazdmeg, egész nap itt vigyázz, bász. Pont fölnyergeltünk, akkor jött meg. Istenem. Ide szól, telefon egy órán belül, biztos, hogy itt vagyunk. Ahogy jönnek 7 óra 15-kor, mint ma is, 7 óra 15-kor orvosi kontroll, 100% itt volt az egész brigád, mindenki. Na. Hát majd megpróbálok fölállva trappolni, szerintem úgy talán nem fáj. Ugye jól dobtál, csak vagy most meghúzódott. Kedden nagyon jó volt. Hát nem harag, hát fő kell, hogy dobjál, de hogyha nem haragszom, csak most nem sikerült olyan jól nekem. Egyszer így vagyok, egyszer úgy. Na, de legalább lóháton, úgyhogy le is rakom a kamerát. Örülök, hogy még így azért. Ez aranyos egyenlőre, remélem marad is. Trappot végig szerdán is, Alika. Tehát egy napot nem hagyott még ki idáig. Hétfők, egyszerre csütörtök. Péntek van. Ez a utcsó lattunk. Béla barátom aztán előveszi a lila káposztát. Előveszi azt a isteni kacsát, mert az jó lett, mind a kettő, Niki már megkóstolta tegnap. Úgyhogy a Bélának is hoztam egy fincsikét, mert ma tervezzük 3 hete, aztán nem volt kacsa, de protekcióba szereztem tegnap. Tegnap előtt megcsináltam a lila káposztát, előző videómban el is mutatom. Úgyhogy megmelegíti és nyam-nyam-nyam. A csicskának, ugye? Egyen a csicska. Na jó, lerakom. Tudom, hogy mire mondjuk. Hajde.